Sziasztok! A mai órán folytatjuk a gazdasági ismereteinknek a tanulását, és a nagyon kedves dologgal fogunk megismerkedni, a pénzzel. Ugye azt mindenki szereti, főleg ha sok van belőle, de a mai órán elsősorban a pénznek a funkcióit, tehát a szerepkörét és a formáit fogjuk megismerni. A pénznek a megjelenése, miért volt szükség az embereknek pénzre? Hát az őskorban és az ókornak az elején az emberek közvetlen cserét folytattak, cserekereskedelmet. Tehát ha például ennek az asszonynak volt sok almája, de nagyon szeretett volna baránt is enni, hát akkor megkeresett egy embert, akinek meg almára volt szüksége, viszont rendelkezett egy csomó banánnal, és elcserélgették egymással. Ugyanúgy ezen a képen is azt látjuk, hogy a halász ugye kifogta a halat, a hentes pedig sonkát készített, a hentes viszont most nagyon vágyna egy kis halra, a halász meg már unja a halat, és ő meg sonkát enne, hát akkor egymás között kicserélik. Ilyen cserekereskedelem ma is van, például, hogyha van egy Ronaldós focis kártyát, de neked Messi is kell, és akkor a szomszédnak meg olyan van, abból kettő, akkor szépen kicserélitek egymással, ez is cserekereskedelem. Tehát ez nem tűnt el teljesen, viszont azért a mai világban már nem ez működteti a kereskedelmet, hanem az úgynevezett pénz. Ugyanis ez a cserekereskedelem nagyon macerás. Például ez az asszony, aki szeretné ugye az almáit eladni, fölcihelőzködik, elmegy a szomszéd faluba 8 zsák almával, és hazafelé is cihelőzködhet 8 zsák banánnal. És vágyott arra a banánra, de nem biztos, hogy ugye mind a 8 zsákban, tehát az összes almá értékét ő banánba szerette volna, lehet, hogy evett volna egy kis körtét is, meg egy kis húst is, de hát ugye cserekereskedelem, tehát ez jutott. És ez nagyon, nagyon macerás, most gondoljunk bele, hogy tényleg hatalmas árukat kell mozgatni nagyon messziről, tudni kell, meg kell egyezni abba, hogy most akkor egy halért egy sonkát, vagy két hal egy sonkát, vagy két sonka egy halat, tehát ezek aztán eléggé nehézkessé teszik a dolgokat. Éppen ezért az ember föltalálta a pénzt, illetve kezdett be csak olyan eszközöket, amelyek értéket tartalmaztak, tehát értékmérők voltak, és alkalmasak voltak a cserére. Ezek általában az adott helyszínen előforduló ritka, ezért értékes dolgok voltak, például gyöngyök, kagylók, vagy maguk a fémek, ugye maguk nyerségében, ezekkel cseréltek. Tehát amikor az asszony elment ide az almával, akkor nem biztos, hogy 8 zsák banánnal tért vissza, hanem inkább azt mondta, hogy kér érte mondjuk 25 kagylót. És akkor azzal tért haza, és ezzel a kagylóval tudott ő fizetni egy másik kereskedőnek, aki például húst hozott a faluba, vagy halat. Tehát kezdetben ilyen pénzhelyettesítő eszközök voltak gyakorlatilag a pénzek, így idézőjelbe. Aztán az ókorban, a 7. Krisztus előtt a 7. században már megjelentek az első igazi fém pénzek, amelyeknek ugye még volt fém, tehát nemes fém alapanyaga Kis-Ázsiában. Aztán az ipari forradalom idején a bankjegyek, ebbe ugye már nincsen fém, tehát nincs arany, meg nincsen ezüst a bankjegyekbe. Aztán ma már ugye igazából a pénzünket jelképezi, tehát most már csak jelképes pénzeket használunk, például bankkártyával való fizetéskor, vagy egy elektronikus jel funkcionál pénzként, amikor a mobiltelefonunkkal fizetünk. A pénznek a funkciói. A pénz az egyrészt forgalmi eszköz. Forgalmi, mert abban segít, hogy az áruk és szolgáltatásoknak az adásvétele, a cseréje megtörténjen. Tehát bemegyek a boltba, megveszem az árut, cserébe pénzt adok. Ez ugye a forgalmi funkciója. Vagy elmegyek a fodrászhoz, ő ad nekem szolgáltatást, a szaktudását, idejét, az eszközeit és az alapanyagokat, én cserébe pénzzel fizetek. Tehát forgalmi eszköz. Azért forgalmi eszköz, mert konkrétan megtörténik az áruk cseréje, tehát itt látjuk, hogy megveszik a citromot, meg az ananászt, illetve a szolgáltatások cseréje, tehát a fodrász valóban levágja a hajamat, nem csak így online, virtuálisan. A másik funkciója
hogy elszámolási eszköz. Elszámolási eszköz lehetővé teszi az áruknak az összevetését, és így pedig megalapozott pénzügyi döntéseket tudsz hozni. Tehát áruk összevetése. Odaállsz a polc elé, megnézed itt a mikulásokat, hogy mennyibe kerülnek. Ugye? Végignézed, hogy mondjuk 199 forint, 249 forint, 549 forint. Megnézed, hogy hány deka, stb. Kikalkulálod, ugye, hogy egy kiló mikulás, vagy hát csokoládé mikulás, mennyibe kerül, és megalapozott döntést hozol, hogy melyiket választod minőség és ár függvényében. Ezért fontos, hogy a pénz elszámolási eszköz is lehessen, mert ezáltal az árukat össze tudom egymással vetni, hogy melyik mennyibe kerül adott egysége. A következő, hogy a pénz fizetési eszköz. Ez hasonlít egyébként a forgalmi eszköz funkciójához. Annyi a különbség, hogy nem történik árumozgás, amikor fizetési eszközként használom a pénzt. Mi az, hogy nem történik árumozgás? Nem cserél gazdát áru vagy szolgáltatás. Például, amikor befizeted a bankodon, vagy éppen ugye a telefonos bank rendszeren keresztül a villanyszámládat, vagy a személydíjat, itt ugye konkrétan árut nem kapsz érte, illetve nem történik meg az, hogy levágják a hajadat, de igazából megtörténik, ugye a pénz, tehát fizetsz vele, és így a pénz fizetési funkcióját használod. Ugyanezt történik például, amikor a hiteledet törleszted, akkor is ugye ez történik. A következő, hogy a pénznek a negyedik funkciója, hogy felhalmozási eszköz. Felhalmozási, tehát a megtakarításaidat halmozod fel, meg is malackákba is lehet. De persze lehet, ugye, hogyha a bankba beteszed. Na most egyértelmű, hogyha megtakarításunk van, akkor felhalmoztuk a pénzünket. Mindig pénzt halmozunk fel. Akkor is, hogyha tényleg ilyen kis malacokba gyűjtöd a pénzedet, ugye akkor mondjuk felhalmozol több tízezer forintot. Felhalmozhatsz ugye a bankba is, ekkor ugyan maga a pénzt, tehát pénzt ugyan nem látod rendesen, viszont például mindig kapsz mondjuk elszámolót, amin rá van írva, hogy mennyit ér az a te felhalmozásod, megtakarításod. Mondjuk van egy életbiztosításod, akkor minden évben küldenek ki egy papírt, hogy ha lejár ez az életbiztosítás, akkor te mennyi pénzt fogsz kapni. Mindig pénzben számolják ki minden egyes részét, tehát a pénz felhalmozási eszköz is. A pénz megjelenési formái, hát ezeket szerintem már nagyjából tudod, itt már konkrétan a pénzről van szó, tehát nem kagylókról, meg gyöngyökről. Amikor az első pénzek megjelentek a Krisztus előtti 7. században Kis-Ázsiában, akkor ugye fémből készültek. Leggyakori fém az ezüst, az arany, illetve a bronzból is készültek pénzek. Magyarországon Rákóczi ugye részpénzt veretett, tehát ezek a, nagyjából ez a pár fém az, amelyikből a történelem során pénzt vertek. Rendesen ugye kalapálták, itt lehet is látni, hogy bizony az első pénzeknek az alakja még nem biztos, hogy ilyen szép szabályos kör alakú volt, mint amire mi gondolunk, hiszen ezt valóban úgy kellett különböző eszközökkel ugye ütni, hogy kikalapálják ezt a formát. Az első pénzekben valóban tehát benne volt a nemesfém, a bronz, az arany, illetve az ezüst. Na nézzük, hogy itt milyen pénzeket látunk, tehát ez egy kis-ázsiai pénz, aztán ezt lehet, hogy többen felismerik, ez a baglyos ezüst pénz, Athéné, ugye mármint Athén városáé, és Pallas Athéné szerepel a másik oldalán, illetve hát a bagoly is az ő állata, ugye a városvédő istennő állata. Nem hiába, hiszen Athén mellett voltak a Laureoni ezüst bányák, tehát az athéniak ezüstből vertek pénzt, elég egyértelmű, az volt nekik. Aztán itt látjuk Szent István királynak az ezüst dénáriát, ő is ezüstből készítette a pénzét. Ha valaki jól megfigyel, itt az árpádsávok már megjelennek. Aztán ez pedig Károly, vagy másik néven ugye Károly Róbertnek az aranypénze, és a liliomos aranypénz, tehát az Anzsú firenzei mintára vert ugye aranyforint, a Firenze szóból származik a forint szavunk, ez pedig ugye már aranyból van, mert Magyarország területén voltak a középkorban aranybányák. Aztán később a fémpénzek is meglehetősen kényelmetlenek bizonyultak. Mikor bizonyultak kényelmetlenek?
Az ipari forradalom időszakában, amikor óriási összegek kezdtek mozogni, hiszen ugye gyárakat alapítottak, kereskedőtársaságokat, gőzhajókat építettek, ez nagyon nagy mennyiségű pénzre volt szükség, és most gondoljunk bele, hogy ezeket a fémpénzeket ilyen nagy mennyiségben egyrészt előállítani, másrészt pedig ugye cipelni, azért ez nem volt olyan egyszerű. Elterjedtek ugye a bankjegyek, amelyeknek a nevében valóban benn van az, hogy bankjegy. És azért válhatott a mai napig ugye a bankjegy fizetőeszközzé, mert a vásárlók és az eladók, tehát a kereskedők is megbíznak benne, mert a bank ígéretet tesz az elfogadásukra. Pénzként használták, mert tudták az értékét, és bármikor beválthatták a bankba. Na most ezt nagyon jól látod, Kossuth Lajos 5 forintosán, tehát ez a Kossuth Bankó. Ezen pénzjegy minden magyar államadalmi, tehát állami és közpénztárakban 5 ezüst forintgyanánt elfogadtatik, és teljes név szerinti értéke biztosítatik. Azaz, ha ezzel bementél egy bankba, ezzel az 5 forintos bankjeggyel, innen kapta nevét, akkor valóban kaphattál 5 ezüst forintot érte. De ugye mivel ezt mindenki elfogadta, minden egyes kereskedő, tehát minden boltban, minden piacon, mindenhol fizethettél vele, ezért igazából nem rohangáltak az emberek napi szinten a bankba, hogy na akkor most kérek szépen ezért valóban 5 ezüst forintot. Ez is mutatja egyébként, hogy a gazdaságban a bizalom az egyik legfontosabb dolog. Tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy a pénz, meg a tudás, meg a nem tudom mi, de a bizalom az rendkívül fontos, hogy megbízzanak az emberek abban, a vásárlók is, és a, tehát a fogyasztók is, és a termelők is, hogy ezeket a bankjegyeket például bármikor beválthatják, és megkapja érte azt az értéket, ami rá van írva. Ma már ugye modernebb bankjegyeink vannak, tudjuk a vízjeltől elkezdve mindenféle biztonsági, nem tudom én mivel felszerelve. A 4 legismertebbet hoztam, ugye a forint, az euró, az angol font, illetve az USA dollár, hát ezek a legismertebb bankjegyek. Még mindig használunk bankjegyeket, de egyre jobban visszaszorulnak a bankjegyek, ugyanis most már leginkább az emberek bankkártyával fizetnek. Hát ez a koronavírus meg aztán különösen elhozta a bankkártyás fizetésnek az aranykorát, és ebben az esetben a pénz csak elektronikus úton cserél gazdát. Tehát nem fogom meg ezt az adott bankjegyet, meg a fémpénz sem, hanem elektronikus úton gazdát cserél, tehát az én bankkártyámról a cégnek a bankkártyájára vándorol, ahol szolgáltatást vagy árut veszek. A számlapénz, ugye ez láthatatlan. A bankok számítógépein vezetik, ugye most már hát majdhogy minden magyar ember bankkártyára kapja a fizetését. És ugye a banknál a bankkártyához kapcsolódik egy bankszámla is, erre a számlára érkezik a fizetésed, illetve hát most már a legtöbb ember, így például mi is, az összes kifizetést is ezen keresztül intézzük, ugye erről a számláról vonják le mondjuk a vízdíjat, a szemétszállításnak a díját, az áramot, meg egyéb dolgokat, és ugye hónap végén kaptok ilyen számla levelet, meg is lehet anyukátokkal nézni, és akkor ugye ott szépen leírják, hogy mennyi az, amit költöttél, és mennyi pénz érkezett a számládra, például a munkabérből, vagy egyéb juttatásokból, családi pótlék, stb. És akkor a végén leírják, hogy számla egyenleg, tehát, hogy most abban a pillanatban, amikor ezt kiállították, mennyi pénzetek van a számlán. Tehát a számla és a számlapénznél te nem nyúlsz pénzhez, mert igazából csak elektronikusan pörgeted a pénzt, fizetsz vele, illetve kapsz pénzt. De ezeket ténylegesen nem látod, nem fogod a kezedbe. A jövő útja mindenképpen ugye az elektronikus pénzé. Azt hiszem, hogy ez a jelenlegi helyzet tényleg felgyorsította ezt, hiszen mindenkit arra bíztatnak, hogy ne készpénzzel fizessen. Az elektronikus fizetésnek megvannak a maga előnyei, hogy például otthon nem tartasz nagy mennyiségű készpénzt, ez például jó, mert mondjuk, hogy jönnek a betörők, nincs mit elvinniük, ugye leég a házad, nem ég oda a bankjegy, tehát vannak azért jó oldala is, azonban ugyanúgy kell rá vigyáznod, mint a rendes pénzedre. 14 éves vagy, nem sokára már junior kártyát csináltathatsz például magadnak, és azon ugye pénz lesz, és vigyáznod kell rá. Ugye a PIN kódot például nem szabad megadni senkinek, nehogy ezzel vissza tudjon élni. Aztán
Például, ha azt látod, hogy elvesztetted a kártyádat, azonnal fel kell hívnod a bankodnak az ügyfélszolgálatát, és azonnal le kell tiltanod. Jó ezt egyébként előre például a pénztárcádba tárolni, hogy milyen számot kell azonnal felhívnod, hogyha azt látod, hogy a bankkártyádat elveszítetted. És az utolsó, amiről beszélünk, az az infláció, azaz a pénz romlásának az értéke, az infláció. Itt azt látjuk, hogy a kenyérnek hogyan alakul az ára Magyarországon 2003 és 2017 között. Na most az inflációt azt mindig úgy számoljuk ki, hogy veszünk egy adott összeget, ez nem változhat. Mondjuk 1000 forintot, ezzel könnyű számolni. Van 1000 forintom, 2000, mondjuk 2007-ben mondjuk, és van 1000 forintom 2017-ben is. Jó, az 10 év egyébként. És megnézem, hogy ebből az 1000 forintból, ugyanabból az áruból mennyit tudtam vásárolni. Most én kiválasztom ezt a házi kenyeret, és 2007-ben, amikor 256 forintba került 1 kiló kenyér, akkor azt tudom mondani, hogy 1000 forintból, ha 256 forint a kiló kenyér, akkor 4-et tudtam vásárolni. Tehát 2007-ben 1000 forintból 4-et. Na, menjünk 2017-re, ugorjunk. Hát itt viszont azt látom, hogy 1000 forintból most már csak 3 kenyeret tudok vásárolni. Tehát ez infláció, mert az az 1000 forintnak az értéke romlott. Lehet, hogy 1000 forint van ráírva, de 3 kiló vagy 4 kiló kenyér helyett már csak 3-at tudok belőle vásárolni. Egyébként ezt sok más áruval is meg lehet nézni, tehát a kávétól elkezdve, a fodrásznak a szolgáltatásain keresztül mindennel le lehet vezetni. És egyébként inflációról valóban csak akkor beszélek, hogyha több terméknek is megugrik az ára. Jó, és ezekben a termékekben mindig megnézik, hogy például élelmiszereknek az árát, ott is különböző, tehát pék sütemények ára, hús, zöldségek, gyümölcsök ára, aztán szolgáltatásoknak az ára, de ezeket mindig belekalkulálják, tehát nem egy terméken nézik meg az inflációt, csak itt egy kicsit könnyebb volt ezt itt elmagyarázni. Az infláció hogyan alakult Magyarországon napjainkra? Egészen friss adatot tudtam nagyjából hozni. Hát ez olyan 2020 első feléig megy, és akkor most már csak inflációs várakozások vannak. Ugye látjuk, hogy csökkenő inflációval számolnak, hiszen a koronavírus miatt úgy gondolják, hogy csökkenni fog a kereslet, és ezért ez csökkenő inflációhoz vezet. Azonban itt azt látjuk, hogy a 2008-as válság után volt egyébként egy felívelő szakasz, aztán utána egy csökkenő szakasz, tehát az infláció csökkent egészen 2015-ig, majd 2015 óta kisebb-nagyobb megingásokkal, de folyamatosan nőtt az infláció, 2016 és 2017 között kifejezetten megugrott az infláció, de hát azóta sem igazán kevéssel növekedett, 2017 és 2020 között is azért elég jól emelkedett az infláció. Tehát az emberek ugyanazért a pénzért, ha a fizetésük nem változott, akkor kevesebbet tudnak vásárolni most, mint mondjuk akár 2017-ben, akár 2015-ben. Na most, hogy ezek hogyan alakultak, itt megnézhetitek ezen a dián. Mondtam, hogy amikor inflációt kalkulálnak, akkor sosem egy árucsoportot számolgatnak, hanem például azt nézik, hogy teszem azt, az élelmiszerek esetében, ugye mennyivel ugrott mondjuk az infláció 2018. július és 2019. júliusa között, ugye, hát látjuk, hogy az élelmiszeráraknál, illetve a szeszes italok, dohányáruk esetében óriási mértékű volt az infláció. Az előző év azonos időszak az bizonyítva, tehát az azt jelenti, hogy 2017. júliusához képest 2018. júliusában ennyivel emelkedett, és még 2019-ben még 6%-ot emelkedett a 2018-as adathoz képest. Tehát látjuk, hogy
élelmiszerekben például nagyon nagy ugrás van. Aztán azt is látjuk, hogy például az üzemanyag árak 2017 és 18 között sokkal nagyobb ütemben emelkedtek, mint 18 és 19 között. De egyébként mindenhol pluszt látunk, kivétel a tartós fogyasztási cikkek esetében, ugye ezek a tévék, nyomtatók, stb. Tehát ugye megbeszéltük, vagy a mosógép, a tartós, tehát amit nem fogyasztunk el szinte azonnal, mert mondjuk egy benzint, tehát üzemanyagot azért viszonylag hamar elfogyasztunk, ha nem megisszuk, hanem ugye elautózzuk, a szeszes ital, dohányáru is elfogy, élelmiszert is, és a ruházkodási cikkek sem tartósak, hiszen egy-két év alatt te kimegy a divatból, nem veszük föl többet, ugye, vagy tönkre megy, de a tartós fogyasztási cikkek azok, amiket legalább egy olyan 4-5 évig azért használunk. Jó, tehát itt mindig nézik az inflációt. Az inflációt máshogyan úgy hívják, hogy a fogyasztói árak változása. Ha az plusz, akkor inflációval, ha mínusz, akkor nem inflációról beszélünk, hanem deflációról. Vannak, látjuk időszakok, amikor esnek, vagy csökkennek csökken az infláció, tehát ugyanannyi pénzért több kenyeret vehetek. Na nézzük, volt-e ilyen? Volt például. 2004-ben 181 forintot kellett a fehér kenyérért fizetnem, és hát azt látom, hogy 2005-ben már csak 175 forintot, vagy 264 forint volt 2011-ben, és 227 volt 2016-ban a fehér kenyér ára. Na, tehát hát az így látjuk, hogy sokkal jobb a dolog. Oké, na most azt is mondtam nektek, hogy egy termék, hogy megdrágul, az nem biztos, hogy infláció. A kávét hoztam ugye példának. A kávé ára 2014-15 körül nagyon-nagyon megugrott, de ennek nem az volt az oka, hogy romlott a pénzünk, tehát a forintnak az értéke, hanem az bizony, hogy hát több oka is volt. Az egyik az, hogy a klímaváltozás miatt ugye a kávéültetvények kevesebbet tudtak születelni a kávéültetvényekről, ez volt az egyik oka. A másik oka pedig ugye az volt, hogy megnőtt a kereslet ugye a kávé iránt, például egy csomó ázsiai államban is ugye elkezdtek kávézni, tehát jobban elterjedt ez a szokás, azáltal, hogy mondjuk Kínában, Indiában ugye egyre több ember éri el a középosztályi szintet, ezáltal ilyen termékeket is vásárolnak, és megugrott az ára, de mondom, a legfontosabb oka az volt, hogy Brazíliát, amelyik ugye a világ legnagyobb kávétermelője, szélsőséges időjárási viszontagságok sújtották, és nagyon kevés, az előző évhez képest nagyon kevés kávét tudtak előállítani, ezért nőtt az ára. Ezt nem inflációnak nevezem. Infláció, ez viszont már az, mert látjuk, hogy több árucsoport is masszívan emelkedik, egy nem, de az összes többi igen, akkor ez infláció, tehát a pénznek az értéke romlik. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, a házi feladatot pedig majd feladom, két rövidke kis feladat lesz. Adok hozzá egyébként a mozaikos tankönyvbe azt a két oldalt is ki fogom vágni és elküldeni, hogy könnyen megoldjátok a házi feladatot. De aki a videót végignézte és visszapörgeti a PPT-t, annak alapján is meg tudja ezt oldani. Köszönöm a figyelmet!